A magyar motorsport történetének számos legendás alakja vonult be a krónikákba az elmúlt évtizedek során. Közülük is kiemelkedik Drapay János, aki a magyar versenyzők közül először nyert világbajnoki futamokat. Eredményei sportpályafutása alapján méltó példaképe lehet a mai fiataloknak, így fontos dolog ápolni az 1985-ben tragikus versenybalesetben elhunyt sportoló emlékét. Mondta a Tolcsvai Valbót kastélyban a Drapay emléknapon rendezett beszélgetésen Gánóczi Ferenc, aki 2018-ban már egy emléktúra keretében a motorversenyzőről elnevezett emléktúrát szervezett Zemplénben. Ez úgy jött össze, hogy először is az augusztusi találkozó megvolt, és annyira jól sikerült a Tolcsvai megálló, hogy úgy döntöttem, hogy itt hagyom Drapay Jánosnak a sisakját Kővári Barnán, aki orosztrán része volt az itteni szervezésben, és amit Hamar Zsiga bácsitól kaptam képet, úgyhogy itt maradt, és felvetettem azt az ötletet, hogy október-november környékén, hogy mi lenne akkor, hogyha itt rendeznék meg a Drapay János emléknapot február 3-án. Ha lesz partner, az önkormányzat partner, lesz a polgármester úr, akkor minden további nélkül. És ő teljes odaadással támogatott mindenben minket. Szóval így jött végül is létre ez a találkozó. Tolcsva elsősorban Boráról nevezetes, ám az elmúlt évtizedekben a Tolcsvaring révén beírta a nevét az autósportba is, így a helyi technikai sportok kedvelői és az önkormányzat révén létrejöhetett a Drapay emléknap, melynek keretében egy kiállításon keresztül is látható volt a legendás versenyző sportpályafutása. Mi nagyon szeretünk hagyományokat teremteni. Ez az első alkalom, hogy ez a kiállítás meglátogat a Tolcsvát. Nagyon örülünk neki, hogy vendégül láthatjuk a kiállítást. A technikai sportoknak elég nagy múltja van már Tolcsván, hiszen Trembecki István a Tolcsvaringet éveken keresztül csinálta, és nagyon nagy sikert, és ma is sajnáljuk, hogy ez ennek a versenysorozatnak egyszer vége lett. Itt lehet látni azokat a díjakat és kitüntetéseket, amit ezen a versenyen nyertek a helyi sportolók, de hát Gánóczi Ferenc és Kővári Béla úgy gondolta, hogy meg kell ezt mutatni nem csak tolcsvaiaknak, hanem a Tolcsva környéki technikai sportszeretőknek is, és ezért adtunk helyet itt a Szirmai Valbot kastélyban ennek a kiállításnak. A szerencsén élő Muri János életét is végigkísérte az automotorsport szeretete, így természetesen ő is érdeklődéssel kísérte a kiállítást. 1962-ben indultam el, akkor nyertem meg az első túraversenyt, és azóta ugye én is beálltam a motorosok közé, ugye 6 évig voltam hivatalos motorversenyző, gokartot én csináltam Borsod megyébe elsőnek, Budapesten voltam az első motorversenyen, és ott is összeálltam, 12. helyezést értem el a Népligeti sportpályán, és akkor utána már aztán kezdtem lazítani, ugye a miskolci ejtőni ernyősökkel, meg a motorosokkal jártunk együtt edzésre, és akkor lassan mindig egybe-egybe ugye igyekeztem abba hagyni a motorversenyzést. Az emléknapon Zsemberi Barnabás motorversenyző beszélgetett Drapay János kortárs és klubtárs versenyzőjével Juhas Árpáddal és Drapay húgával Katalinnal, melyen sok érdekes kulisszatitkot is megtudhatott a közönség. Én már előtte fiúsítva lettem, lévén, hogy a Jancsi 6 évvel volt idősebb, és állandóan fiúk között nőttem fel. És aztán, amikor bekerültünk a motorosokhoz, akkor alkalmazkodni kellett hozzá, mert az, hogy ott nyafogott volna valaki a fülébe, vagy akkor mindig otthon hagytak volna. És én nekem az egy nagyon fontos dolog volt, hogy mehessek vele, hogy mellette lehessek, hogy tudjam segíteni az ő munkáját. Vagy tulajdonképpen őnek én azt hiszem, hogy ez nem a munkája volt, hanem az élete és a hobbija, és mindent jelentett neki az életben a motorozás. Csodálatos évek voltak számunkra. Elsősorban nekem azért, mert végülis a Jancsinak az egész pályafutását végig tudtam kísérni, és hát csodálatos volt az a Jani, amit az egész, hát félvilágot elverte,
vagy hát legyőzte, inkább mondjuk így, de hát mögötte csak árnyékként lehetett az ember, mert ő valahonnan mindig a mellény zsebéből kihúzott egy másodpercet, és gyorsabb volt. Hogy érte meg a család az első sikereket, illetve hát az első nagy sikereket, főleg itt a világbajnoki futamgyőzelemre gondolok? Hát nagyon-nagyon büszkék voltunk. Avval együtt, hogy ezt nem akarom túlragozni, de egy rettegésbe élt azért az ember. Tehát állandóan mindig arra figyelt az ember, hogy hallom, hogy jön haza Jancsi. Mert ugye az én szobám ablaka ott volt, ahol ő jött befelé. Amikor hallottam, hogy jött, hát akkor már lehetett szundikálni, és mondom, hát őt nagy... Szóval tisztelték az emberek is, a családja is, a testvére is, mert tiszteletre méltó volt. Én úgy látom, hogy önnek is sokat adott ez a motorsport. Hát tulajdonképpen végignéztem, nem egy embernek, nagyon sok versenyzőtársának is azt a hihetetlen keménységet, kitartást, ami bennük van. Nekem a kitartás és a keménység az, ami... És én azt hiszem, hogy talán annak ellenére, hogy ugye nem férfi vagyok, nekem is nagyon sok keménységet tudott adni, és nagyon sok kitartást. Tehát én ugye mondjuk úgy nem motoroztam, vagy nem versenyeztem, de az élet más területén nagyon sokat segített rajtam lévén, hogy nekem meghalt az egész családom gyakorlatilag. Juhos Árpád az emléknapon is csodálattal nézte a korabeli képkockákat, mely a Drapál és a saját éveit elevenítette fel. Gyakorlatilag számomra a értékrendek szerint a világ motorosai között, ahol rengeteg kiváló versenyző volt és óriási tehetségek, azért négy versenyzőt kiemelnék, az egyik a Mike Hellwood, a másik a Kenny Roberts, harmadik a Valentino Rossi és a Drapál Jancsi.